tiče ekipe Metalca, to je jedna mlada, onako kažem, perspektivna ekipa. Neće nam biti ni malo lako, ali svakako želimo da ostvarimo pobedu, da završimo pobedom ovu polusezonu i pred punim stadionom da se radujemo za ulazak u Superligu. Nincs, nincs könnyű ellenfelünk tényleg, de hál' Istennek tényleg úgy minden meccsre úgy fel tudtunk eddig készülni, hogy nem okozott szinte egyetlen egy csapat se akkora problémát nekünk, és hál' Istennek tényleg mentálisan is mindenhogyan a csapat nagyon jól teljesített, és reméljük, hogy most a Metalac-nál se lesz probléma és tudunk nyerni. Taj početak same sezone bio je jako težak i dosta smo loše ušli u prvenstvo, ali eto, posle tog poraza u Inđiju 4-0, mislim smo napravili seriju od 30 utakmica bez poraza i na kraju došli do uspeha koji smo i želeli. Sajnos nem tudtunk nyerni Szigligeti ellen Belgrádban, de az egy pont is elég volt, hogy bebiztosítsuk az elsőjét ebben az első ligában, és a Metalac elleni mérkőzés vasárnap az már egy ilyen ünnepélyes mérkőzés lesz, és nagyon örülök neki, hogy az egész szezon így alakult, és egy fantasztikus teljesítmény után tényleg szuperligások lettünk. Metalac, koji mislim da se bore za to treće mesto, da probaju da uđu preko baraža u Superligu i oni. Biće teško u nedelju, naravno, to je derbi. Ovom prilikom je pozvao svi navijače da dođu u što većem broju, da nas podrže i da završimo ovu sezonu kako dolikuje i da ostavimo 3 bode u Senti. Különféle meglepetésekkel készülnek a közönségnek. Hát én erről nem szeretnék beszélni, csak azt akarom mondani, hogy jöjjetek ki vasárnap a Metalac elleni mérkőzésre, és ünnepeljük együtt a csapattal.